találom, és mindig arra vágyom. Olyan legyen, hogy jó. Áron Hunor és Roberto vendégem, sziasztok! Sziasztok, jó estét kívánok! Fiatal művészorok is itt ülnek velem szemben. És rácok, meséljetek egy kicsit, hogy milyen volt a videóklip forgatása. Legjobb barátok vagytok, lehetett ott azért rendesen bulizni, nem? Igen. Na milyen volt? Meséljetek, mi volt a kérés? Mi volt apa kérése, Hunor? Mi volt a rendező kérése? Hogy... Mi volt a szerepetek? Mit csináltatok? Színészkedni. És olyan dolgokat kellett csinálni, amit egyébként az iskolában is szoktatok egymással? Mert láttam, hogy azért ment a bohózkodás. Igen. És kérdezem az apukát, hogy mi volt a klipnek az alapkoncepciója, két ilyen szuper filmsztár a főszerepben. Szóval ők a legjobb barátok így az osztályban, és akkor megkérdeztük, hogy van-e kedvük szerepelni, mondták, hogy van, és akkor a Robinak a szülei nagyon rendesek voltak, mert még a helyszínben is segítettek nekünk, és az alapkoncepció az az volt, hogy először a klip elején a Hunor egyedül van, és akkor utána megjelenik Roberto, kvázi elsőre, mint egy ilyen szellem, de valójában tényleg ott volt, és akkor ennek volt egy ilyen koncepciója, hogy eltűnik, visszajön, játszanak, és akkor utána egy ilyen óriási buli a végén, táncolások, más. Nem izgultatok a klip forgatás folyamán? Nem. Fogadjunk, hogy most sem izgultok. Nem. Én bevallom becset, hogy szerintem én jobban izgulok, mint te. Mint ti, mind a ketten. Ők nagyon szimbiózisban vannak. Igen, egyébként egyszerre válaszolnak, igen. Ugyanazt válaszolják, igen. Úgyhogy látom, hogy... Rokon lelkek. Mesélj egy kicsit a dalnak a lelkületéről, a lelki állapotáról, mert azért ez egy egészen mély szöveg. Igen, igazából az a címe, hogy olyan legyen, azt még hozzá lehet tenni, hogy na, milyen legyen? Hát ezt így mostanában elkezdtem foglalkozni ilyen önismerettel, tehát így jobban beleástam saját magamba, és igazából tudod, van egy ilyen mondás, hogy a magyarok azok mindig a múlton meg a jövőn gondolkodnak, de soha nem élnek a jelenbe, és így kicsit elkezdtem kutatni magamba, és rájöttem, hogy a tudatos jelen az nagyon fontos, ráadásul ítélkezésmentesen, és nagyon sokat segített ebbe egy barátom, a Szabó András. Zenész barátom, ő a Fresh Fabrikba dobol, meg nálunk is volt hosszú évekig, ő nagyon jó barátom, ő pszichológiával is foglalkozik mellette, és akkor ő mutatta meg nekem ezt a mindfulness, nevezzük terápiát, aminek végül is az a lényeg, hogy elengedtem mindent. Tehát tényleg csak a jelen, és most itt vagyunk, és most ezt kell megélni. És már elengedtél mindent? Hol tartasz ebben a folyamatban? Már megvan? Ott vagy? Kicsit ilyen közhelyes, meg hogy persze, fú, milyen frenetikusan működik, de tényleg így tehát minden salakanyag kikerült belőlem, ami bennem volt, és ezzel tényleg sokat kell foglalkozni, és ajánlom mindenkinek. Tehát a tudatos jelen, a jelenbe élünk, és nem számít, hogy mi történt, hogy mi fog következni. Csak az van, amit most itt megélünk. És erről szól a dalnak a szövege is. Mondhatjuk akkor, hogy ez a dalszöveg, ennek a dalszövegnek a megírása egyfajta terápiás jelleggel is hatott? Igen, meg így egyre jobban megismertem magamat, és meg átmentem bizonyos folyamatokon, és tök érdekes, hogy pont akkor nem tudatosan írva ez, de végül is így metaforizál ezekkel a gondolatokkal. A továbbiakban, hogy a dalszöveget fogsz írni, véleményed szerint mennyire fog ez hatni a szövegvilágodra, ez a fajta felfogás, amiben most vagy? Hát ez egy jó kérdés, már én nem úgy szoktam írni a szövegeket, tudod, hogy tehát, hogy így előre... Nem eltervezett, gondolom. Nem eltervezem, hanem hát vagy az van, hogy valami angol halandzsából írok, vagy az van, hogy jön valami egy-két sor, és akkor azt kezdem el így kiírni. Nagyon néha van olyan, hogy ilyen vegyes, meg ritmikailag, de nem tudom, tök érdekes, hogy az életemben, amiket így, tehát egy csomó szöveget, amit írtam, hogy azok utólag így bekövetkeztek, vagy már előre láthatólag, és tök érdekes, hogy így, tehát hogy végülis nem a saját életemről szerettem volna írni, de mégis így. Így utána ezek így összekapcsolódtak. Mondtad, hogy eljutottál arra a pontra, hogy nem kell agonizálni a múlton, igen, nem kell filozofálni a jövőn, meg kell élni a jelent. Na de azért régen azért bulisztál.
gondoltad volna abban az időben, hogy itt fogsz ülni a fiad mellette egy televízió interjúban, a fiad legjobb barátjával, hármasban, és itt fogunk erről beszélgetni? Hát ez soha már igazából, szerintem az apaság az valahol egy ilyen ösztönfolyamat. Én nagyon fiatalon lettem keresztapa, és amikor a keresztgyerekemet először magamhoz szorítottam, akkor éreztem azt, hogy fú, én is szeretnék majd egyszer apa lenni, és volt bennem egy ilyen fajta küldetés, és ezt minden barátnőmbe így próbáltam így megvalósítani, de nagyon nehéz, hosszú folyamat volt, és tényleg az, hogy gyerekeid születnek, meg gyerekeid vannak, az örökre megváltoztatja az életedet, és nagyon jó, és örülök, hogy így alakult. Egy utolsó kérdés, Hunor Roberto, hogy éreztétek magatokat most itt nálunk? Jó volt? Legalább annyira jó, mint a klipforgatás. Igen. Ezt szeretem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy meséltél nekem a klipről.